Évről évre új lehetőségek kerülnek fel a tábor témák listájára. Idén ilyen újdonságnak számít a nagy népszerűségnek örvendő programozói és katonai tábor. Ezeken akár már 6 éves kortól is részt vehetnek a gyerekek. Amit fontos tudni, hogy ezeknél a táboroknál sem arról van szó, hogy a gyermekek 6-8 órán keresztül csak a gép vagy tablet előtt ülnek, és gépes programokat írnak, vagy illetve ezeknek az alapjait tanulják meg, hanem másfél-két órás oktatási folyamatot követően a délután folyamán sorversenyek, szabadidős tevékenységek, medencézés ugyanúgy részei a programnak, illetve ugyancsak tévhit, hogy ezek a tábor típusok, ezek csak a nagyoknak szólnak. Van olyan tábor, a tábor figyelőn, ami kicsiknek, kifejezetten kicsiknek szóló programozó táborok, 6-8 éves lurkókat várnak ide. Ezekben a táborokban olvasási tudás sem szükséges a programozáshoz, látványos ikonok rendezésével ismerkednek meg a programozás alapjaiban a kicsik, úgyhogy ez is nagyon-nagyon érdekes és újdonság az idei évben. A második legnépszerűbb tábor típus az egy holtverseny alakult ki, az idegen nyelvi, elsősorban angol nyelvű táborok, illetve a katonai és militári táborok körében. Utóbbi táborok azok megerősítették jelenlétüket, mert tavaly is népszerűek voltak, de most igazán sokan választják már őket. Ezekben a táborokban a katonai élet rendjével, fegyelmével ismerkedhetnek meg a gyerekek. Lövészeti és harcászati ismereteket is szerezhetnek, míg a legextrémebb katonai táborokban erdei vagy dzsungel körülmények között hajtanak végre egy-egy missziót a gyerekek. Ezek unisex táborok, a résztvevők körülbelül 60%-a fiú, 40% pedig lány. Összesen több mint 200 ezer gyermek táborozik idén valahol. Ez rekordnak számít, ahogy a kínált táborok száma is. Nálunk a táborfigyelőn és 900 tábortúrmus közül lehet keresgélni, úgyhogy tényleg rengeteg tábor van. Viszont azt is látni kell, hogy a nagy-nagy száma a táboroknak az egyben meg is nehezíti a döntést, hogy a jobbnál jobb táborok közül mi az, amit választunk a csemetének. Nagy eltérés egy olyan 10 évvel ezelőtti időszakhoz képest, hogy már nincsenek fókuszpontok az országban, mint például a Balaton, vagy a Velencei tó, vagy bármilyen vízpart, ahol tudnak fürödni a gyermekek, mert ma már nem elégséges az, hogyha csak levisszük a gyermeket a Balatonpartra, aztán fürödjetek. Ennél sokkal gyorsan felgyorsult a világ, és így a gyerekek is felgyorsultak. Ebből adódóan minél több, minél színesebb programra van szükségük. Ezeket a programokat viszont ugyanúgy az Alföld közepén is, vagy éppen a keleti ország részben, vagy akár a nyugati ország részben is ugyanúgy meg lehet szervezni, függetlenül attól, hogy van-e természetes víz a környéken. Június 18-ától indulnak a táborok, és augusztus végéig elérhetőek. A statisztikák szerint június második fele és augusztus első fele a legzsúfoltabb, de a szülők többsége már a tanítás végén lefoglalja a gyermeke számára legideálisabb táborokat.